Sziasztok, jók, és érkeztünk a következő FIFA 17 indulás nulláról Ultimate Team videónkhoz. Az a helyzet, hogy amint látjátok, ismét játszottam videón kívül jó pár meccset, most pontosan nem tudom mennyit. A lényeg az, hogy így állok jelenleg a harmadik osztályban, srácok, ami szerintem egy elég jó szituáció. 4 meccsünk van hátra, 2 győzelem kell a feljutáshoz. Nagyon remélem, hogy össze fog jönni, mert én most itt szenvedek ebben a harmadik osztályban. Tehát videón kívül azt hiszem újra is kezdtem már. Meg most videón kívül ugye, amit látjátok, játszottam 6 meccset. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon szenvedős, nehéz osztály, oda kell figyelni rendesen. Viszont, hála Istennek, a jobb felső sarokban látjátok, meglettünk 30-as szintűek, ami azt jelenti, hogy ismét tudunk jó nagy coin boostot aktiválni számunkra. De meg is keresem, itt is van. 1000 zsetont fogunk kapni 10 meccsen keresztül, vagy plusz 1000 zsetont. Ezt én be is rakom, nagyon király. És hát ami megnézem, milyen játékosok vannak itt igazából ilyen kölcsönbe, de igazából Bundesligásból annyira nincsen. Meg akkor, ha már itt vagyok, szerintem én ezeket a 99 kontraktokat is szépen beridímelem. Továbbá az is feltűnhet nektek, hogy van egy új játékosunk Belarabi személyében, igazából 6 meccset játszott nekem és egy gólt szerzett eddig. Nem annyira nagyon vált, hogy megmondjam az őszintét, de talán Hermannál egy kicsivel jobb azért ezen a szinten. Azért vannak már minőségi cseréink is szerintem simán. És Douglas Costát mondtátok nagyon sokan, hogy őt vásároljuk meg, lehet, hogy elkezdünk rá gyűjteni. Viszont még mielőtt belevágnánk az első meccsünkbe, annyit el szeretnék nektek mondani, hogy aki esetleg nem tudná, hogy jelölve lettem a videós gálára a gaming kategóriában természetesen. És igazából arra szeretnék titeket megkérni, hogyha úgy érzitek, hogy 2016-ban jól teljesítettem gaming videók terén, akkor a leírásban megtalálható linken szavazzatok rám. Nagyon szépen köszönöm minden egyes szavazatot, viszont most nyomjuk az első meccset. És az ellenfelem... hogy ilyen csapatokat draftban szoktam látni, nem sima Ultimate Teamben, ami kicsit durva az a helyzet, de ezt lekapcsoltuk náladóban nagyon okosan, majdnem el is adjuk Müllernek, le egy lövölt cselle megfordulna. Lekezet fogja rúgni. Csezd meg. Na jó, a... FIFA. Inkább hagyjuk. Felejtsük el. Jó, köszi. Götze. Götze! Nem hiszem el, nem? Egyszerűen... És itt van a fél idő, srácok. 1-0-ra vezet az ellenfelünk egy 11-esnek köszönhetően. A statisztikák is azt mutatják meg, szerintem is jobbak vagyunk, mint az ellenfelünk. Sajnos a gól nem jön össze, meg annyira nagy helyzeteink nem is voltak. Passz. Thiago lepattan, off-call, mert miért menne el a kapuig? Most hát elment a kapuig, de... Gyerünk, Hermann, vedett is! Felmelyik alól tettek be, igazából 4 óra van hátra, 2 gólt kéne rúgnom, 3-ot. Hát sászok, sajnos ez a hajó elúszott, de igazából 3 meccsünk van még hátra. És nézzétek ezt a faszokat. És komolyan 2-0-nál minek csinálsz ilyet, te szerencsétlen, te? Fú, de utállak. Jó van, 3-0, de... Szóval srácok, sajnos ez a hajó elúszott, de igazából még van hátra 3 meccsünk, abból a 3 meccsből meg 2-t kell megnyernünk, ami nem olyan egyszerű, sőt, kifejezetten nehéz. Főleg egy ilyen osztályban, szóval... Nem tudom srácok, hogy mennyire fog ez összejönni, ez a feljutás most. Minden esetre megpróbáljuk. Ez igencsak necc lesz, ez igencsak necc lesz. Elég durván belefutottunk egy... szép vereségbe, de egy fitness kártyára mindenképp szükségünk lesz, nincsen, szóval vásárolni kell. És a mai videónk második ellenfele... Courtois, Otamendi, Kompany, Sturridge... What the fuck, man? Nem hiszem el, hogy ilyen ellenfeleket kapok, akinek ilyen fullos csapata van, ilyen OP játékosokkal, már csak Aguero hiányzik onnan, komolyan mondom. Teménymes lesz ez is. Megpróbáljuk ide berúgni erőből. És bum!
És oldalháló, what the fuck man! Most nem tudom miért kezdtem ezt a what the fuck ment, ezt abban is hagyom, mert idegesítő lehet. Szép labdaszerzés Götze, oké, okay. Fel, még egyen, jó. Ribéry egy csel, és ezt rá fogjuk rúgni. Courtois, of course Courtois. Pass. Hoppá, Müller! Azt hittem ki, de te csak beleért, ott van! Müller nagyon szép bombagója, Courtois ezt már nem tudja hárítani. Micsoda mozdulatok voltak ezek, 1-0 ide, gyönyörű. Bum, nem támadott meg a védő, Courtois csak belepaskol. Oké, okay, visszaállunk balanszba, és labda birtoklás mentalitásra. Oké, okay, bele Rábi, Müller kéri, kapja. Oké, okay, visszaszerzi okosan Müllike, passzen, passzen, lövőcselem, nagyon szép, Rábi, rúgjuk rá! Oh shit. Megpattant a hátunkon, vagy hol pont, nem tudom ki volt, Sturridge fejére, nem tudom ki volt, az mindegy. Hűha, ez kemény helyzet volt, ez meg egy nagyon szépen eladott labda. Kifelé. Ne. Jézusom! Mi volt ez? Mi védés volt? Itt van tök lent üresen. Bele Rábi. Oké. Okay. Müller. Nem tudjuk lefutni. Müllerre nem jó versenyeket futni, mert általában elveszítjük. Ajaj, az gó, az lehetett látni. És itt van a félidő, srácok, 1-1 az állás. Egy eléggé kiegyenlített meccs, talán erre is azt mondanám, el tudnánk verni ezt a srácot, de nem tudom, hogy velünk lesz a momentum, vagy a kis szerencse, kéne az mindenképpen. Nyerni akarok nagyon! Sáncheznek, aztán Müllernek, aztán lefordulást próbáltam. Ez így még jó lett, Müller! Ott van! Vissza! Szerezzük a vezetést! Jaj! Kicsit meg vagyok zavarodva, nem tudom. Srácok! Oké, okay, itt volt a passz, itt megpróbáltam, de leblokkolta, de valahogy visszaszerezzük, lepasszoljuk. Jó, oké. Okay. Ott van, vezetünk vissza defenzívben rohadt életben. Szép is csekk, oké, okay, add be szépen. Az jó jön be! De hova fejelett Ribéry fiú? Müller, bom. Szép volt. Kurta elvédte. Nem tudom, megint megpróbálják ide Náldónak ide csapni, de Náldó nem ennek. Az jó! Nem hiszem el, basszus! Egyszer jönne ez be, mert tök jól csináljuk, de... Ajaj. Firmino. Szép szerelés Szokratis, gyönyörű! És még kirugás is! Nem tudom a S meg a S betűket, bocsánat! Kicsit izgulok, hogy megmondjam a frankot. Jó, az nagyon jó, Müller, rúg be Léci! Ott is van 3-1! Igen! És már csak 4 perc van hátra a rendes játékidőből. Zsír a buli! Oké, okay, az utolsó percben fején egy gólra a srác, 3-2 az állás, egy kis szépséghiba. De hát Náldó sarkáról pattant oda a labda, szerintem ezt már most le fogja fújni. Így van, megvan, oké. Okay. Srácok, ez azt jelenti, hogy még papíron a bajnoki címhez is van esélyünk, bár ne azt nézzük, egyelőre azt nézzük, hogy 2 meccsünk van, 1 győzelem kell a feljutáshoz. Viszont én lehet, hogy ezzel a felállással fogunk most meccsre menni. Ja, menjünk most ezzel, próbáljuk meg ezt. És az ellenfelünknek igazából egy Serie A csapata lenne, de ott van a Leicester Cityből egy csatár. Nem a legjobb csapat, amit valaha láttam, de tudjuk, rohadtul nem a csapattól fog függeni, hogy most feljutunk-e vagy sem, hanem attól, hogy játszik az ellenfelünk. Minden esetre a csapat a verhető. Kapufa! Müller! Ott van 1-0! 1-0 a második percben! Nagyon jó srác! És megint Müller megint ott volt. Nem tudom, azt hiszem Thiago lövése pattant vissza a kapufáról. Jó, oké. Okay. Ajajajajajaj, Mandzukic a szélen, ez befordulás lesz szerintem. Nem, ez egy bepassz szokott lenni. Megpróbálj még egyszer, Náldó kétszer blokkol és még pontosan ki is vágja. De leszereljük.
Náldom mindent bokkom. Azt már látom, hogy ez nem lesz egy egyszerű meccs, tehát azért tud játszani az ellenfelünk. De nagyon sokat segít szerintem az, hogy már találtunk egy gólt, és Müller, basszus, mekkora védés volt ez! Ezt nem tudom, láttátok-e, hogy hány másodperccel korábban nyomtam megint a lövésgombot. Kicsit érdekes szituáció volt. Nem ment sokkal mellé, viszont ebből jön az ellenfél, ami nem jó, piscsekkel nem tudjuk lefutni, de így tökéletes, mamma mia. Na nézzük, mit kezd a szögletéből. Reméljük kivágjuk és egy jó kontrát tudunk csinálni, ebből nem. Fenébe, nem hiszem el, hogy ez szöglet góllal egyenlít ki. Jó. Szóval igazából 2 perc alatt megfordította a meccset a srác. Nekem nem megy, nekem miért menne be? Müller. Megpattad, oké. Volt egy kis szerencsém, hogy nekünk is visszaadta a sors. Megpattant a labda és... 2-2. Félidőben 2-2 az állás. Ideges vagyok, meg kell nyerni a szövetset. Szabálytalan voltam elvileg, azt a rohadt életbe. Jó. Labdakezelés 5-ös. És szabálytalan voltam ismételten. Úgy néz ki, én nem érhetek labdához, vagy nem tudom mi a problémája most a játéknak. Az egy dolog, hogy szép szabad rúgás volt ez Bonaventurától. Védi a kapus. Müller! Védi a kapus, aha. Igazából Thiago meg Götze elképesztő fáradt, szóval behozom Hermant és Konopjánkát. Sveti, azaz, jó van. Jó, szóval igazából minden az utolsó meccsen fog eldőlni, srácok. Nem tudom, hogy maradjak-e ennél a felállásnál, vagy pedig menjünk vissza az előző elején. Az a 4-3-3-as szerintem ugye az egy kicsit ilyen támadóbb felállás, és most bizony támadnunk kell, és Náldónak meg kell egy szerződés, de szerintem ő is fog kapni egy 99-eset, nem ez, bár... Lehet, hogy ezt is megpróbálhatnánk. Jó, tudjátok mit, az utolsó meccsen ki fogjuk próbálni ezt a csapatot, mert igazából ezzel kezdtük. Most megint megnézzük, milyen leszünk 2 csatárral. Ha ezt a meccset megnyerjük, feljutunk a második osztályba. Ha feljutunk a második osztályba, én futok alsógatyába egy kört az udvaron. Szavamat adom. És a videó, és remélem az osztály utolsó ellenfele egy elég szép kis BPL csapat. Nem a legerősebb, de szerintem az a Vardy meg az a Musza duó ott azért kicsit gyilkos lesz. Hát ez rohadt nagy szerencsénk volt, hogy ez most középre ment. Passz. Ribery indul. Oké, az jó passz. Passz, és ott van! Herrát, ez kapufa! Nem hiszem el, mindegy. Nem baj, ez csak egy gólhelyzet. Götze! Bumbe! Csavarja! Gyönyörű! Nem támad meg senki, gondoltam, megpróbálom. 1-0 ide! Gyönyörű! Bum! Hogy tekeredik a labda? És nem ért oda a kapus. Oké. De Rodrik, ezt te itt ballagsz, passzus, nem hogy menni hát segíteni. Oké, de legalább megszerzed a labdát. Rodrigueznek vissza, nagyon jó, Rodriguez told meg. Felemeljük, BUM! Hát ez nem BUM volt, hanem ez volt. Azt a rohadt életben, mindegy. Jó, Müller, ballal, csavarás, kapufa, kipattam, 2-0, Götze-dukka, BUM! Jó, ezt az előző hatalmas ordító helyzet kiadása után szerintem megérdemeltük ezt a kapufa kipattanót, és pörög a várakozó. Kilépett? Altefnék? Ha most 2-0-nál nem fogja megadni a győzelmet, én falhoz megyek. Nagyon sokat gondolkodik. Megnyertük! BUM!
feljutottunk a második osztályba, srácok! És... Yes! Yes! Azt a rohadt életbe sikerült, srácok! Nem hiszem el! Második osztály! Van 20 000 zsetonunk! Király! És alsogottyába kell futnom egy kört. Az udvarom. Jó. Szóval srácok, nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó. Ha így van, akkor kriek, dobjatok rá egy lájkot, találkozunk legközelebb is. Én Lucky voltam. Sziasztok!